következő mozzanat Simmeringnek a szerelése lesz. Itt ugye úgy van, hogy itt a főtengernek ott van lenne a válla, tehát ennek odáig be kellene menni Simmeringnek. Ezt úgy fogjuk megoldani, hogy föltesszük megfelelő sikosítás után, és két különböző dugókulcs fejjel fogjuk a helyére játszani, mert ezzel szépen majd be lehet majd nyomni egészen odáig, amíg ki nem pattanik a válla neki, de ezt hozzá kell tenni, hogy az előző gépen így volt fordítva, de ez nem így lesz. Megcsináltuk volna egyébként azt is, hogy a simmeringet előre beletesszük, most megpróbáljuk ezt a módszert követni. Adunk neki egy kis sikosítást, tengelyre is. Szépen oda játszunk a helyére. A helyére került az egyik simmering. Megfelelő csikosítóval. Nem tudom, mennyire látszik. Szépen felült a vállán. Simmering, vőtengely vállán. Erre a felére kerül majd a lentkerék. Ide pedig a simmering maga az olajzó szerkezetbe fog bekerülni. Mindjárt azt is előkeresem, és megnézzük, hogy hogy fog ez menni. Szóval a következő lépés az az lesz, hogy az olajzó egységet fogjuk beszerelni, ami magában hordozza a simmeringet is. Ez úgy néz ki, megmutatom egy másikot, mert ez kettő darabom van, ez egyik egy alkatrésznek kapott. Egyébként két különböző. Ez volt a 288-asan, ez egy 281-es. Ami különbség, az az a kis perem, méghozzá az olajzó meghajtó műanyag ebbe jobban bele passzol, és jobban letömíti, tehát ide kevésbé jut be a por. Állítható olajzáson, kenése, úgyhogy így lesz beépítve. Tehát így néz ki, itt van benne a simmering. Ez mondjuk egy halott, de teljesen mindegy. Itt van, hogy mennyire kell beletenni. Itt van egy gyári tömítése neki, ami itt egy ógyűrű, de természetesen ez is bőségesen megfelel majd a célnak. Amit tudni kell róla, hogy először is be kell szerelnünk az olajcsövet, meg ide, ami egy fontos hely, itt van, ide kell feltennünk egy kis gumigyűrűt. Nem tudom, mennyire látszik a kamerán, egy ilyen aprócska kis gumigyűrű, ezt ide fel kell tenni a helyére, és ez fog nekünk ott majd tömíteni, inni, és a következő pedig az új olajfő, amit a kertmotortól kaptunk. Mindjárt megkeresem. A dobozban. Így néz ki. Ennek végére kerül a szűrő. Ez ide megy bele az olajtangba. Ugye megkeresem hozzá a szűrőt is. Valahol. Szűrője. Ez így néz ki, ezt így bele erőszakoljuk valahogyan ebben a nagyon kicsi kis lukba ezt a nagy valamit, de nem adjuk föl, és bele fog menni, bele kell mennie. Tessék, így. Ez így kerül be, és ez a kuposság ezt tömít igazán, meg ez a perem ott benne. Ezt betesszük. Rúgjunkkal segítünk a túloldalon, nehogy olyan helyre rúgjuk, ahol nem kellene. Így, és benn van a helyén, lehet látni. Ez fog ide így felkerülni, így. És amikor belehúzzuk a csavarokkal, akkor ez is, ez a hógyűrű fog tömíteni a csapát körül. És a simmering. Igen, megkeresem neki a csavarjait. Ha jól emlékszem, ezek a csavarok voltak azok. Nem, ezek a vékonyabb.
negyediket találtam, illetve az ötödiket, de ebből három egyforma hosszúságú, három hosszabb van, és kettő rövidebb, valószínűleg ez a kettő rövidebb a gyújtáshoz kell majd. Tehát ez a három lesz a mi csavarunk. Itt van hozzá az Nimbus kulcs. És ide be kell tennünk a szimeringet. Ugye ez úgy fog történni, hogy kap egy kis sikosítást, mint mindig. Itt van a szimering hozzá. Nem tudom mennyire látni. Oda passzítjuk a helyére.